Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek! Zsolt legutóbbi videójában említette, hogy a Gearbest-en berendeltünk mindenféle olcsó kütyüt, hogy megnézzük, megérik-e az árukat, érdemes-e egyáltalán velük foglalkozni, illetve hogy mit is kapsz az adott pénzért. Zsolt egy dolláros fülhallgatót mutatott be nektek legutóbb, én pedig most egy kb. 3500 forintba kerülő AirPods klónt hoztam el nektek. Lássuk, hogy megéri-e. A dobozról, a márkát és típus tekintve mindössze annyit tudunk meg, hogy ez egy i7TWS, de a Gearbest oldalán úgy fogjátok megtalálni, hogy Olli, tehát 3 L-lel és Y-nal i7TWS, de egyébként a videó leírásában is linkeltem, ha érdekel. Az AirPods megjelenése után özönlöttek a hasonló formavilágú koppintások, bár ez speciál egy nagyon budget megoldás, ugyanis ehhez még töltőtok sincsen. A doboz oldalán láthatjuk a különböző, hát mondhatni, tulajdonságokat, ide tartozik a High Definition Music, a Sports Friendly, Extra Bass, Hands Free Calls és a Light White, tehát elvileg ez egy nagyon minőségi, extra basztusú és ultra könnyű füles. Azt majd meglátjuk. Szerencsére egyébként a doboz hátulján feltüntették a különböző specifikációkat, ide tartozik, hogy Bluetooth 4.2-vel kapcsolódik a mobilunkhoz, 32 ohm az impedanciája, van benne egy 60 mAh kapacitású akkumulátor, amit 1-2 órán át kell tölteni, illetve a használati idő az 3-4 óra. A doboz alján ezen felül azt is láthatjuk, hogy milyen színekben kapható ez az eszköz, van fehér, fekete, piros, arany és rózsaszín, hozzánk egyébként a fehér jutott el. Bontsuk is föl, és nézzük, hogy mit kapunk a dobozban. Hát egyből itt van maga a füles. Ha ezt leemeljük, akkor pedig mindössze egy használati útmutatót, valamint egy kétvégű USB-s töltőkábelt kapunk. A töltési megoldás egyébként nagyon érdekes, a két tűs végét kell a füles aljába bedugni, így tudjuk tölteni, azért határozottan szolidabb, mint egy micro USB port. A formavilág teljesen megegyezik az eredeti AirPods fülessel, leszámítva azért néhány eltérést. Például itt mindkettőn van egy-egy gomb, amit ha hosszan nyomunk, akkor ki bekapcsolható az eszköz, illetve ez szolgál a zeneszámok közötti váltogatásra, valamint a hanghívások felvételére is, erre is képes, ugyanis van mikrofon is benne. Összehasonlítva az eredeti AirPods-szal, az i7TWS csoda méretileg sokkal nagyobb, súlyban is minimálisan több, de a karimája is nagyobb. A kütyű kompatibilis Androidhoz, illetve iOS-hez is, tehát gyakorlatilag bármilyen telefonnal tudod használni, a bekapcsoláshoz nyomjuk hosszan a gombját, mindkettőn, és ha elkezd villogni, akkor elvileg jó. Powered on, jött az üzenet, és meg is jelenik a listában, mint TWS i7. Ha esetleg kettő jelenik meg, mint most is, nem kell megérni, elég csak az egyikre bökni, és csatlakozik. Connected. Igaz, hogy csak az egyik fülemből hallottam, de nem baj, hogyha elindítom a zenét, akkor mindkettő szól. Most milyen a hangzása? Sokkal jobb, mint amire számítottam, de azért mégiscsak egy 3500 forintos fülhallgatóról van szó. Közepes hangerőn hallgattam mai slágereket, és azt kell mondjam, hogy egész korrekt. Minden hangtartomány tök jól hallható, nem tompa a hangzás, nem vagyok egy nagy audiofil, de az én fülemnek ez tök kellemes. Na most próbáljuk ki összehasonlításképpen az eredeti AirPods-ot. Oké, tegyük vissza a másikat, és nézzük meg ezt is max hangerőn. Nos hát különbségként elmondható, hogy a maximum hangerő az eredeti AirPods-on azért jóval nagyobb. Itt sem rossz, viszont a basszus az valami olyan szinten recsek, hogy élvezhetetlen lesz a zenehallgatás. Közepes hangerőn nem vettem észre szignifikáns különbséget, de maximum hangerőn már hallható, és azért itt meglátszik az ár. Összegezzünk, megéri-e ezt a 3500 forintot az i7TWS? Ha egy olcsó AirPods hasonmást keresel, akkor persze, nem szól azért annyira rosszul, bár max hangerőn tényleg nem ajánlott hallgatni. Teljes értékű klónnak azonban nem megy el, hisz nincsen hozzá töltőtok, méretileg sem ugyanaz, valamint ezen van dedikált gomb is. Totális ipari hulladéknak azért nem titulálnám, közepes hangerőn egész jól hallgatható a zene, de azért ne legyenek túl nagyok az elvárások vele kapcsolatban.
Én ennyit szerettem volna ebben a videóban, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet. Sziasztok! We'll be right back.